ha informatika és szakképzés, akkor rengeteget hallunk az utóbbi időben a duális képzésről. Mit lehet tudni erről, hogy ennek mi is a lényege, és hogyan is állunk ennek a képzésnek a bevezetéséről? Nekem a szakemberek azt mondják az informatika berkein belül, hogy nagyon kellene. Igen, tulajdonképpen a duális képzés azt jelenti, hogy a munkát, a szakmai gyakorlatot, azt a munkahelyi környezetben végzik a diákok. Tehát nem egy tanműhelyben néhány eszközzel szerzik meg az általuk elsajátított szakmának az alapfogásait, hanem munkahelyi környezetben, azok között a munkatársak között legtöbb esetben, akik későbbiekben, ha azon a területen fog dolgozni, vagy éppen annál a cégnél fog dolgozni, munkatársai lesznek. És ami nagyon fontos én szerintem ebben, hogy a problémák, amik egy napi munka során fölmerülnek, azok ott jelentkeznek, és abban a pillanatban kell megoldani. Nem föltétlenül egy pedagógus segíti, vagy egy tanúhelyben egy mérnöktanár segíti megoldani a problémát, hanem az a munkatárs, az a szakmabeli, az a mesterember, aki egyébként már régóta nagy munkatapasztalattal rendelkezőként ott dolgozik ennél a cégnél, és a probléma megoldása kisujjában van. Azt hiszem ez a legfontosabb a duális képzésben, tehát egy olyan munkakultúra felszedése a tanuló évek alatt, a szakmai gyakorlatnak a megszerzése munkahelyi környezetben, ami a szakmai fejlődést segíti a későbbiekben, és ott abban az időben a szakmai tudás alapjait teremti meg. Hogyan állunk a folyamatnak a bevezetésével? Tulajdonképpen a duális képzés létezik, tehát nagyon-nagyon sok cég jelentkezett már, közel 4000 cég jelentkezett már arra, hogy ők valamiféle részt akarnak vállalni a szakképzésben, a duális képzésben, és továbbra is várjuk ezeknek a cégeknek a jelentkezését. Azt hiszem, hogy azok a cégek, akik fölismerték azt, hogy milyen lehetőségek vannak a duális képzésben, azok nagy örömmel vágnak ebbe bele, hisz akik képeznek, azok a saját szájaízük szerint, a saját elvárásaik szerint tudják képezni a dolgozókat. Én valamikor önkormányzati vezető voltam, és akkor, amikor jött egy beruházó, aki munkahelyet akart teremteni a városomban, mindig azt kérdezte, van-e képezhető ember, mert nem föltétlen csak a szakképzettséged várta el, mert számított arra, hogy mindenkinek, aki dolgozni akar, és előbbre akar jutni, vagy új munkahelyet keres, valamiféle szakképzettsége van, hanem az volt a kérdése, hogy tudom-e azokat az embereket, alkalmasak-e azok az emberek, akik jelentkezni fognak nálam, arra a munkakultúrára megtanítani, azokra a munkafolyamatokra betanítani, amit én őtőle elvárok. És tulajdonképpen a duális képzésnek az egyik legfontosabb feladata ez, hogy a fiatalok, vagy idősebbek, akik részt vesznek a duális képzésbe, alkalmasak legyenek arra, hogy egy bizonyos munkakörnyezetbe, egy bizonyos munkakultúra mellett és közben elsajátítsák magát a szakmát. Mi jobb ennél, mint egy munkahelyi környezet? Engedje meg a következő kérdést, lehet, hogy önnek egyértelmű, én lehet, hogy nem vagyok túl tájékozott, kötelező lesz a duális képzés, vagy a cég jelentkezhet partnerként, és ahol lehetőség van rá, mert olyan a képzésnek a mikéntje, hogy van rá mód, hogy bevonjanak cégeket, akkor ott működhet a dolog. Nem kötelező, mert jelen pillanatban nincs is annyi cég, hogy minden egyes szakmát tanuló embernek ezt a képzési lehetőséget, formát fölkínáljuk. Jelen pillanatban durván 50 ezeren vesznek részt a duális képzésbe, és abban az esetben, hogyha úgy bővül a szakmai képzést segítő cégek száma, ahogy látszik, ahogy most látjuk, abban az esetben ezt körülbelül 70 ezer főre tudjuk föltornázni, de ennél lényegesen többen tanulnak az iskolákban, képzőhelyeken szakmát. Akik nem tudnak duális képzésben cégek segítségével részt venni, azoknak természetesen a szakképzés továbbra is az iskolában, az iskolai tanműhelyekben folyik. A kamarákkal van egy olyan megállapodás, hogyha a kamara nem tud biztosítani olyan céget, amelyik a szakképzés, a gyakorlati képzés munkahelyi körülmények között tudja adni, ebben az esetben lehet szó arról, hogy tanműhelyben történjen meg a szakmai képzése a diákoknak. Átalakul a szakképzés is, egy teljesen új struktúra volt, amit felvázolt. Hogyan fog kinézni? Hát nekünk, akik az utóbbi időben figyelemmel kísértük a szakképzést, nekünk új ez a valóságban, ez már működött és működik más országokban is. Egy kicsit az elnevezésben is változik, meg a lehetőségekben is változik. A legfontosabb, amit ki kell emelni a lehetőségek közül az, hogy nem zsákutca lesz a szakképzés. Tehát ha valaki szakmát megy el tanulni, legyen az egy 3 éves iskola, vagy egy 4 éves iskola,
mindenképpen megkapja azt a lehetőséget, hogy ha ambíciója van, a szakmai tudása olyan, és egyáltalán a tudása olyan, hogy tovább tanulhat, ebben az esetben mehet a felsőoktatási intézményekbe, szakmai területen, vagy esetleg más területen is. Kétfajta intézmény lesz a szakképzés területén. A mostani fogalmaink szerinti szakközépiskola elnevezése szakgimnáziummá változik, amelyik azt jelenti, hogy érettségit ad 4 év elvégzése után a diáknak, de mellette ad egy szakmát is, és annak a lehetőségét is megadja, hogy 1 év ráfejeléssel egy technikusi végzettséget, tehát egy magasabb tudást és egy magasabb végzettséget tud szerezni. Ez a szakgimnázium az viszont adja azt a lehetőséget is, hogyha valaki általános gimnáziumba megy el tanulni, de úgy gondolja, hogy nem tanul tovább felsőoktatási intézménybe, hanem szakmát akar tanulni, akkor egy 2 éves ráképzéssel technikusi végzettséget, és természetesen ezzel járó szakmát vagy szakmát tud szerezni, és természetesen technikusi végzettséget is tud egy eredményes vizsga megszerzésével szerezni. A szakképzőiskola, a szakmunkás képzőiskola lesz a szakközépiskola, amely tulajdonképpen 3 éves szakmai képzést ad a fiataloknak, de itt kell megemlíteni, amit bevezetőként mondtam, hogy nem zsákutca lesz ez, mert abban az esetben, ha valaki megszerezte 3 év után szakmát, tehát egy szakmunkás lesz, egy szakember lesz, 2 év ráfejeléssel, 2 évig még jár iskolába, megszerezheti az érettségi bizonyítványát, és innét kezdve nyitott a pálya ő neki is, hogy tovább tanuljon, akár felsőoktatásba, vagy éppen technikusi végzettséget szerezzen.